Köszöntök mindenkit, jön a C csoport záró fordulója, méghozzá a Paraguay-Spanyolország mérkőzést közvetítjük ezúttal, de természetesen a velünk párhuzamosan lejátszásra kerülő Kamerun-Kolumbia mérkőzést is lehet követni, úgyhogy mind a két meccset megmutatjuk, viszont annak a végeredményét majd csak a meccs végén mondom el. Aki nyilván meg akarja nézni azt a meccset, majd az azért kapcsoljon el a lefújást követően arra a találkozóra. Mindenesetre jön a Paraguay-Spanyolország mérkőzés, ahol tehát a tét a továbbítás mind a két csapat számára, részletek majd a himnuszok után. Nézzük először a Paraguay kezdőjét, Silva természetesen a kapuban. A védelemben Rojas, Alderete, Balboén, illetve Espinola szerepel. Ami a középpályát illeti, Lucena, Jiménez, illetve Sánchez lesznek ott, és akkor a támadó trió pedig ezúttal az Arminio, Sanabria, Romero hármasból áll össze Paraguaynál. Ugye Paraguay 4-1-re kiütötte Kamerunt az első körben, és Kolumbia ellen is megszerezte a vezetést, tehát úgy nézett ki, hogy már tovább is juthat Paraguay. Végül 4-1-es vereséget szenvedtek a paraguayak, így 3 pontjuk van. Ugye Kolumbiának és Spanyolországnak is egyaránt van ugye 4 pontjuk, úgyhogy Paraguaynak mindenképpen nyernie kéne ma, vagy döntetlent elérni, és Kolumbiának kikapni, de ugye az sem elég még Paraguaynak az egymás elleni meccs miatt, úgyhogy biztosan nyernie kell Paraguaynak, hogy tovább jusson. Dekeával kezdődik a spanyol válogatott összeállítása, Alba Ramos, Torres, Azpilicueta a védelemben, a középpályán Pedri, Thiago, illetve Rodri szerepel majd, és hiába Gerard Moreno duplája az előző meccsen, Morata a kezdő csatár volt most Torres mellett, fehérben a spanyolok, és szokásos összeállításában ebben a piros-fehér csíkozású felsőben kék nadrággal a paraguayi csapat, elkezdődött tehát a mérkőzés, bízunk abban, hogy egy remek találkozót látunk majd a mai napon, lopat majd rögtön Miguel Almiron, miközben már Rojas megszerzi a labdát, és ott indítja Almiront. Ez bizony helyzet lehet már itt a meccs elején. Almiron viszi le, és aztán a beadását kifejelik. A spanyoloknak akár egy döntetlen is elég lehet, ha nyernek, biztosan tovább jutnak. Amennyiben kikapnak, és Kolumbia nyer, csak akkor esik ki Spanyolország már a csoportkörben az EVB-ről, de hát nyilván nem akarják a véletlenre bízni ezt a spanyolok. Ferran Torres, ez már is helyzet. Torres beadása után egy gól. Vezet Spanyolország. Ferran Torres beadta, és ha minden igaz, akkor ez egy paraguayról ment be. Megvan a vezetés, már a 8. percben a spanyol válogatottnak. Kamerun ellen is hamar szerzett vezetést a spanyol csapatot. Morata szerezte az első gólt, utána duplázott Gerard Moreno, és nyert ugye 3-2-re Spanyolország Kamerun ellen. Most pedig itt a beadás, és Sánchezről vágódik be a labda. Itt Olmót előzi meg Sánchez, és végül róla perdül be. Nyilván, ha nincs ott Sánchez, akkor ezt Olmo alig, hanem berúgja. Így viszont egy öngóllal vezet Spanyolország már a meccs elején. Így biztos kieső Paraguay, és biztos továbbjutó Spanyolország. Az már eldőlt, hogy Kamerun kiesik. Ugye Kamerun ez fix kieső, és hát Kolumbia, Paraguay és Spanyolország pályázik a továbbjutó helyekre. De hát jelenleg a spanyolok és a kolumbiaiak vezetik a csoportot a meccset megelőzően. Torres szabadrúgása. Rodri. Dani Olmo. Espinola üldözi Dani Olmót, az jó lehet Pedri. Pedri ki oldalra, Olmo 14. perc. Olmo, még ő be is tudja adni, és aztán végül Silva. Rojas. Torres. És Spanyolország Kolumbia ellen indított egy 0-0-val, utána verték 3-2-re a kameruniakat. Ferran Torres beközépre, ott a lehetőség, és aztán 11-est kapnak a spanyolok, Alderete ugyanis szabálytalan volt. Tehát büntetővel érnek a spanyolok, és akár 2 gólos lehet az előny már a 20. percben. Sergio Ramos vele szemben Silva. Na nézzük, Ramos berúgja, 2-0. Paraguay továbbítási reményei nagyon hamar úgy néz ki szerte fosszanak.
Hát jön is a Fico a paraguayi szurkolóktól, hiába a spanyol válogatott az ellenfél, azért nem ilyen kezdésről álmodtak egy ilyen fontos meccsen. Ugye összeomlottak a második fél időben, amikor Kolumbia átgázolt rajtuk és rugott egymás után hármat, majd még a végén lett egy negyedik. Most viszont már a 19. percben 2-0-ra vezet Spanyolország, és ezzel a spanyolok nyugodtan játszhatnak, hiszen biztosan ott lesznek majd az E-világbajnokság következő fordulójában, méghozzá a 8. döntőben. Cardozo, Lucena, Romero, Sanchez, az öngól szerzője, Jimenez lő, De Gea! Az első védenivalója David De Geának a 23. percben. Ilyet a paraguayi szöglet és a fejes fölé. De Gea jöhet. Azpilicueta. Íveli fel, ott a lefejelt labda, Thiago, az is jó még, Ferran Torres, és középen ott kérné Morata is a labdát, Ferran Torres azonban egyelőre hozza csak, Ferran Torres be is tudja emelni, és végül lehúzza Silva. Majd rúgja már ki, és lesz egy szabad rúgás majd, amit Pau Torres végezhet el a 28. percben. Nem is rosszul, de ezt kifejelik, mindig ott a labda, Thiago, az is jó, Ferran Torres, és leszereli őt Alderete. És mi lesz belőle? Bedobás. Alderete. Azpilicueta, Thiago. Rodri. Dobhat majd Paraguay. Espinola. Sanabria. Almiron. Nagy iram azért nincs a meccsen, de a meccs elején láttunk két gólt. Sanchez öngólja mellett Ramos talált be 11-esből. De Gea. Ramos. Elrúgja jó messzire. Balbuena. A fejlik a labdát. Thiago. Thiago még. És aztán Rojas. Almiron. Azpilicueta nem tudott labdát szerezni. Almiron ezzel megléphet. Duplázott ugye az első körben még Kamerun ellen, Almiron középre, Pau Torres. Thiago. Ível, Ferran Torres felé, és indulott Morata, nincs les, mert beragadt az egyik paraguayi védő, Torres. Ferran Torres még. Ferran Torres, az is jó csel, Ferran Torres, és még tovább tudna menni. Silva, ő meg elrúgja. Romero. Bedobás, Jordi Alba. Dani Olmo vissza Albához. Pedri. Morata, Pedri indul, Pedri át a másik oldalra, nagy játék! Thiago! 3-0 a 45. percben, és akkor egy fél idő alatt Spanyolország úgy néz ki, lerendezi ezt a meccset. És ezzel Kolumbiának is biztosít egy helyet a 8. döntőben, nem csak saját magának. Itt Morata beindítja ott Pedrit, és Pedri remek meglátása után Thiago lövi a 3. spanyol gólt. Ez a spanyolok 6. gólja a tornán. Ramos és Thiago is ugye először találtak be. Gerard Morenónak van 2, Maratának 1, meg ugye ez a mai Sanchezön gól. Fél idő. Kezdődik tehát a második fél idő. Így szinte biztos, hogy Spanyolország és Kolumbia jut tovább a C csoportból. Valamint Paraguaytól, valamint Kamerun-tól veszünk búcsút. Hiszen Kamerun-tól már biztos. És akkor jön Moreno, Asensio és Traoré is a spanyol csapatba, hármas csere. Lejött Dani Olmo, lejött Morata, és lejött Ferran Torres is. Adama Traoré rögtön helyzetbe kerülhet. Adama Traoré lő fölé. Egyébként, mint mondtam, Paraguaytól és Kamerun-tól veszünk így búcsút a C csoportban, alig ha nem. Kamerun a kiesése, mert az előző körben biztos volt, Paraguay pedig most lesz biztos ezzel, hogy kikap Spanyolországtól, ha csak nem feltámad és kiegyenlít, de egy döntetlennel is kiesnének a paraguayak, úgyhogy nézd, hogy Spanyolország és Kolumbia lesz ott még a legjobb 16 között. Asensio viszi, Asensio keresztbe, Moreno begurítja a negyediket. 4-0 a Spanyolországnak. Hát akkor ez most már így fiesta lesz a spanyolok szempontjából. Asensio elmegy, ad egy gólpaszt, és a csereként beállt Moreno meglövi a 3. gólját ezen az E-világbajnokságon.
ezzel vezeti a házi góllövő listát a spanyoloknál. Hát ma többet lőttek a spanyolok, mint az előző két meccsükön összesen. Sanabria. Az A és a B csoportból azért volt meglepetés kiesi, ugye Uruguay és Hollandia nem lesz ott a legjobb 16 között. Itt azért a C csoportban akkora nagy meglepetés nincsen azzal, hogy Paraguay és Kamerun kiesik. Romero. Romero. Még egy jó cseh. Romero lő. Nagyot véd De Gea. Itt van Gerard Moreno gólja még egyszer. Remek befejezés volt. Hát gyakorlatilag az első labda érintéséből gólt szerzett Moreno. Hát Romerót pedig Romero váltja. A paraguayaknál Sanabriát pedig Lescano. És már ők is azért cseréltek. Miközben Pedri passzol, ez levágódik. Ott egy spanyolról áderét a Sánchezhez, Lescano. Lucena, ő elveszíti, Thiago. És akkor ezzel most jöhet Spanyolország. Thiago, a passza még eljut a Gerard Morenohoz. Thiago mehet, és ott kéri előtte ott Adama Traoré. Meg is kapja Adama Traoré. Sakmatra lehetne játszani, de lesen volt már Adama Traoré, úgyhogy kifelé a szabadrúgás. Balbuena. Az utolsó csere pedig Lucena helyett jön Villasanti a paraguayi csapatba. Hát a tavaly nyáron megrendezett E-Copa Amerikán remekül szerepelt Paraguay. Ezzel ki is jutott nálunk az EVB-re, ahol aztán egy meggyőző 4-1-es győzelemmel kezdett, sőt, még szintén dél-amerikai Kolumbia ellen sikerült a vezetést is megszerezni és tartani ezt egy fél időn keresztül. Aztán a végén ott akkora összeomlás lett, hogy a legutóbbi 3 fél idő alatt 8 gólt kaptak a paraguayiak. Jön középre a labda, és sikerül ezt kiemelni. Ramos. Lescano, Romero. A passza nem volt pontos. Ramos. Pedri. Indulott Adama Traoré. Meg is kapja a labdát Traoré. Ez óriási helyzet. Adama Traoré. Beközépre. Ott a gól helyzet. És aztán egy nagy védés. Silva. Thiago duplázhatott volna. Torres fejjel. Pedri. Szabad rugás. Amit Balbuena végezhet el majd a 76. percben. Almiron. Almiron beadása. De Gea mit védett megint. Óriási bravúr. A második fél időben azért látunk nagy védéseket mind a két oldalon. Sanchez. Lescano lő. Ezt is fogja maga biztosan David De Gea. Torres. Azpilicueta szabad rúgás. Almiron a labda mögött, 81. percben Lescano elmegy. Nézzük, Almiron lövi kapura, és De Gea ezt is kivédi. Pau Torres. Thiago. Moreno. Lefordulna, de nem tudott, Alderete volt a szabálytalan. Rodri végezheti el majd a szabadrúgást. Adama Traoré. Ez jó lehet, Adama Traoré. Jól fordult a Sanchezről, és ezzel már mennek a spanyolok, bizony 86. perc. Adama Traoré a 16-oson belül, visszateszi Pedri, az is jó lehet, megjön Asensio, és gólhelyzetben, de jó volt a védekezés Rojas-tól, és Silva véd. Rojas szerezte ugye az első gólját Paraguaynak ezen az EVB-n, 5 gólt rúgtak a paraguayak, de így is kiesnek. Azpilicueta, az is jó labda, Asensio. 90. perc, Asensio, na lesz a 5. vissza, Moreno, Silva mit védett, és másodszor is megvan neki. Hát azt az 5. nem tudták meglőni a spanyolok, de azt hiszem így is elégedettek lehetnek a végeredménnyel, hiszen meggyőző győzelmet aratnak. Na nézzük, Moreno, Silva! Hú, de nagy védés volt. Hát így is meggyőző győzelmet aratnak Paraguay ellen, és így jutnak be csoport elsőként a 8. döntőbe. Paraguay Spanyolország 0-4.